hosszú és rögös út vezetett oda, ahogy, ahol most vagyok, úgyhogy amúgy is azt gondolom, hogy mindenért meg kell dolgozni, de pont ezt a pozíciót, hogy betöltsem, vagy ezt a munkát, hogy csináljam, ez igazából így jött. Csak szerintem sose jönnek maguktól a dolgok, de ez egy másik kérdés. Ugye én egészen fiatalon kezdtem el dolgozni, én 21 évesen már saját céget alapítottam, amelyik médiával foglalkozott, meg reklámügynökség volt, tehát ennek a reklámozásnak ezzel a médiás részével. Ezzel párhuzamosan, miután az relatív jól ment, elkezdtünk fölépíteni más projekteket, lett Budapesti Rádiónk például, Rádió Café néven, illetve először Este Fönn néven, aztán Rádió Café néven. Ugye ez aztán eladódott, hogy így mondjam, egy nagy média tulajdonos konglomerátumnak, ami akkor nőtt ki éppen a földből tőzsdei cégként, és akkor átkerültem ehhez a céghez dolgozni. Úgyhogy ott is dolgoztam egy picit, az volt az első olyan munkám, ahol tulajdonképpen alkalmazott voltam. És aztán ebből a cégből kerültem végül át a Szigethez. Ez nem volt ilyen egyszerű, mint elmesélve, de gyakorlatilag ez az életút. Rengeteg projekt volt útközben, meg nagyon sok, elsősorban mondom, médiás, meg reklámos történet, meg feladat, ötlet. Hát nem mondom, hogy ez egy kiegyensúlyozott munkakörnyezet, tehát mint munkahely azt gondolom, hogy az, de hát a terhelés az nem egyenletes, és nyilván vannak mérhetetlen stresszes időszakok, de talán magamban sikerült egy olyan stressztűrő képességet kialakítani, hogy én nem élem meg úgy most már ezt a 8 évet, amit itt eltöltöttem, hogy nem tudom, tehát így nagyon rámennék, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát hogy én nagyon magával rántana a mélybe, hogyha éppen stresszes, de ehhez nyilván kellett az is, hogy előtte az ember párszor megnyalja a betont, és tudja ezeket a helyzeteket kezelni. Nincsenek ilyen kész módszereim, tehát nem tudom a kiegyensúlyozottság titkát így átadni, vagy nem tudom, hogy elmesélni. Én amúgy is nagyon befelé dolgozom, tehát én nem vagyok ez a kirobbanó ilyen nagy energia, magas és mély pontokat átélő ember, hanem így próbálok mindent így ledarálni befelé, és feldolgozni befelé. Tehát, hogy a feszültségnál inkább csendességet, vagy befelé fordulást hoz, mint semmilyen nagy kirohanásokat, meg hisztiket. Mindig irigyeltem azokat az embereket, akik így kihisztériázzák magukat 30 perc, és utána túl vannak rajta. Nálam ez napok, vagy hetek, vagy szóval függően a feszültség szintől, hogy ezt így magamban befelé feldolgozzam. Volt olyan, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy nincs kedvem bemenni dolgozni. És szerintem ez itt van az a választóvonal, amikor az ember azt mondja, akkor váltani kell, vagy más kell csinálni, vagy végig kell gondolni, hogy újra kell gombolni a kabátot, vagy el kell menni pihenni, vagy nem tudom. Itt igazából a legrosszabb szerintem az, hogy iskolás a fiam, és a nyári szünetben én dolgozom, úgyhogy nem nagyon tudunk nyáron együtt lenni, de a munka kapcsán nem érzem ezt semmilyen szinten, hogy fásult lennék, vagy ne lenne kedvem csinálni. Mi tavaly belevágtunk egy relatív nagy zöldítésbe, de nem tavaly kezdtük, hanem már sokkal korábban. Itt igazából az én megítésem szerint arról van szó, hogy nem gondolom, hogy a föld le lenne írva. Tehát, hogy itt persze fontos elmondani, hogy nagyon sok mindent elcseszett az emberiség, és ideje volna egy picit rendbe rakosgatni a dolgokat, de nem gondolom, hogy ez egy irreverzibilis folyamat. Inkább azt gondolom, hogy az emberek jelentős része, és minél fiatalabb valaki, annál inkább így van talán, készen kap dolgokat, amiket nem challenge-el, nem kezd el gondolkozni rajta, hanem hogyha ő petpalacba kapja az ásványvizet, akkor az abban van, tehát és kész, abból kell meginni. És azok a szereplők, akiknek kéne gondolkozni, meg felelősségük van, ők meg nem szükségszerűen érzik a nyomást, hogy bármit tegyenek, mert hogy az éppen aktuális tőzsdei jelentés sokkal motiválóbb, mint a 20 éves terv. A szintlépés azért következett be tavaly, mert nagyon sok ilyen kicsi zöld projektünk volt, hogy kicsit elcinizáljam a dolgot, de nem volt az ászlónkra tűzve, hogy megpróbáljuk a látogatónkat is bevonni, megmutatni nekik, hogy igenis nekik is tenniük kell érte, mert más nem fog. És én azt gondolom, hogy akkor lesz fenntarthatóbb, vagy visszafordítható ez a folyamat, amiben vagyunk,
és egy picit talán egy pár évszázaddal, évezreddel kinyújtható az emberiségnek a léte ezen a bolygón, hogyha ez eljut ilyen mikroszintre is, és az emberek tesznek azért, hogy más nem fog helyettük. Én nem vagyok egy ilyen faölelő, tehát én nem láncolom oda magam egy fához, hogyha azt ki akarják vágni, tehát nem vagyok aktivista. És ez semmi negatív nincs abban, hogyha valaki ezt így ilyen komolyan veszi, ezt csinálja. Én apróságokban igen, leoltom a villanyt, ha elhagyok egy helyiséget, meg van pár ilyen rigolyám, amit lehet, hogy nehéz tűrni, hogyha valaki a környezetemben van, de nem vészesek. Én nem a technikai globalizációtól félek, mert én azt gondolom, hogy ez nem is hívnám globalizációnak, tehát a technológia fejlődése az én azt gondolom, hogy egyelőre nem hozott annyira drámai dolgokat az emberek életébe, hogy ettől nagyon meg kelljen ijedni. Sokkal jobban félek attól, hogy az emberek, inkább azt mondom társadalmak bezárkóznak, hogy elutasítóak lesznek, hogy nem lesznek befogadóak mással szemben. Ezek sokkal nagyobb problémák szerintem ma Európában és Magyarországon is, mint az, hogy most Facebookoznak a gyerekek, vagy nem Facebookoznak. Tehát, hogy az ijesztő, hogy mennyire bezárkózó, elutasító lesz egy társadalom, és hogy mennyire befolyásolható ebbe a társadalom, akár egy olyan is, amelyik önmagát egy vendégszerető, jó lelkű népnek gondolja, és itt nem csak Magyarországra gondolok, de Magyarországra gondolok elsősorban. Ez egy számomra nagyon ijesztő folyamat, tehát én nagyon nem szeretném, hogyha mondjuk az én fiam az egy olyan közegben nőne föl, amelyik kirekesztő, meg elutasító másokkal szemben. Alapvetően abban hiszek, hogy igen, van egyfajta predesztináció, vagy előre elrendeltség, ugye van, aki ezt Istennek hívja, van, aki sorsnak, ez már tényleg csak egy verbális kérdés szerintem, hogy minek hívjuk, de az egy sáv, és hogy azon a sávon belül az ember a sávnak a tetején, vagy az alján van, az már rajta múlik. Nem lehet sem hátradőlni, sem leszegni a fejünket, hogy hát úgyis nélkülünk történik, el van rendelve, én nem tudok ezt hozzátenni, lesz, ami lesz. Én egy küzdős típus vagyok, ráadásul relatív hosszú távfutónak tartom magam ilyen szempontból, tehát nem szabad egy-egy kudarcnál megállni. Szerintem a kettőnek egyfajta kombinációja ez, tehát nyilván nem lehet egy sávból, vagy nagyon nehéz kitörni, és hogy azokat megírja az újság aztán. De hogy valahova születünk, és valahogy meg fogunk halni egyszer csak, a kettő közötti út az egy relatív, hát hogy mondjam, kötött pályán mozog, de nem egy, tehát nem egy villamos, hanem egy trolibusz. Ha személyes missziót kérdezel, akkor én azt gondolom, hogy próbálom magamnak, meg a környezetemnek azt megteremteni, hogy így jól érezzük magunkat. Tehát, hogy az a következő nem tudom hány évre, ami még hátra van, azt szeretném, hogy aki az én környezetemben él, az boldog legyen velem együtt. Tehát ennél többet én most nem várok el. A legnagyobb hiányérzet szerintem a legtöbb férfi életében az, hogy mindenki szeretne valami olyan maradandót alkotni, amire a halál után is emlékezni fognak. Szerintem ez még nem készült el. Tehát ugye rajzolni, festeni nem nagyon tudok, tehát ez, a képzőművészetnek ez az ága, ez ki van zárva. De igen, tehát szerintem ez egy valakinek mindig, vagy nekem legalábbis valahol mindig megvan a fejembe így hátul, hogy azért kéne valami olyat csinálni, amire így emlékeznek. Vagy amit legalább a temetésemen majd el lehet mondani, hogy na ő az. Ez még nem született meg szerintem. Van olyan, hogy eltelik egy fesztivál, vagy egy szezon úgy, hogy oké, szuper, megcsináltuk, tök jól lement, és oké, jöhet a következő. De volt már olyan, igen, hogy koncert közben is, hogy amikor egyszerűen tényleg ezek a látod a közönséget, meg érzed azokat az energiákat, hogy na itt ezek, tehát most fú, de jó vannak. Tehát, meg volt olyan, hogy mit tudom, fényes nappal sétálgatsz a fesztiválon, és akkor így picit belegondolsz, vagy így följebb emelkedsz, így ilyen drón szintre, hogy ne a madártávlatot mondjam, és azt mondod, hogy basszus, hát itt van 90 000 ember, aki tényleg jól van.